66. fejezet. Edion Estivert akkor tanították fegyverforgatásra és hadviselésre, amikortól kardot tudott venni a kezébe. A tanításával maga a koronaherceg Ró foglalkozott. A nagybátyja olyan magas követelményeket állított elé, amik egy kisfiúnak igazságtalannak, teljesíthetetlennek tűntek. De Ró ismerte a jövőt. Edion ezt csak most értette meg, amikor a hajó órában állt. Briar-Cliffy Ánszer katonái készen álltak mögötte. Ró előre látta a jövőt, hogy Edion egyszer elint fogja szolgálni, és ha a tűzhozó lány hatalmát idegen hadseregek próbálják megdönteni, akkor lehet, hogy nem halandókkal kell felvennie a harcot. Ró és természetesen Evelin biztos volt abban, hogy egy halhatatlan hadsereg amelynek a hajói most betöltötték az egész látóhatárt. Egyszer eme partok felé indul meg. Elén szülei gondoltak a jövőre, és biztosak akartak lenni abban, hogy Edion felnőttként fel tudja venni a harcot az ellenségkel. – Pajzsokat fel! – parancsolt Edion, mikor mév armadája a második hullámban küldte rájuk a nyílzáporát. Dorian Haviliardnak köszönhetően a hajók körüli mágikus védőköpen jól tartotta magát, és óvta a katonákat a felfoghatatlan pusztítástól. Edion azonban továbbra is dühös volt a király hókuszpókuszára, amibe belerángatta Elint és Mannont. A mérkét a katonákon vezette le. Fogjátok már fel, hogy ők ugyanolyan katonák, mint ti vagytok, szajkózta Hegyes végű füleik vannak, na és akkor mi van? Ez ne téveszem meg benneteket. Az ereikben ugyanolyan vér folyik, mint a mieinkben, és ők is belehalnak a sérüléseikbe. Edion szívesen hátra pillantott volna, de nem tette. Oda, ahol az apja irányította a parancsnoksága alá tartozó hajókat, és mágikus védelemmel vette körül őket. Gabriel hallgatott, miközben Ferris elárulta a katonáknak a titkot, hogyan lehet legyőzni egy tündérharcost, aki villám gyorsan tudja gyógyítani magát. Nem szúrt sebeket kell okozni elsősorban, hanem az izmokba kell hasítani. Ha sikerül egy halhatatlannak elvágni egy inát, teljesen harcképtelenné válik, és végezni lehet vele. Elméletben minden olyan egyszerűnek tűnt. A katonák viszont már a gondolatba is belesápadtak. Nyílt harc, szemtől szemben tündérharcosokkal. Joggal éreztek félelmet. Edion a nyilvánvaló tényeket nem akarta ecsetelni. Az ő feladata az volt, hogy leki, lelkesítse a harcosokat, úgy kellett belevetniük magukat a küzdelmekbe, hogy érezzék, a csata elkerülhetetlen. A félelem gyorsabban felőrli az erőt, mint az ellenséges támadás. Erre tanította őt Ró, akit az apjának tekintett. Az éjszakon töltött évek csak alátámasztották a tanultakat. Hányszor harcolt a romlással, tértig gázolva a sárban és a vérben. Azt kívánta, bár csak itt lenne vele a romlás, és nem a pusztaságok ismeretlen katonái állnának mellette, de nem fogja hagyni, hogy a félelem megingassa. Mév armadája megindította a második sorozatot. A tündérek nyilai gyorsabban és messzebbre repültek, mint a halandóké, pontosabban is céloztak. A hajó köré vont láthatatlan pajzson kék és li lila fények villantak, ahogy a nyilak sziszegve lecsúsztak róla. A mágikus pajzs már roskadozott, mert a nyilakat is mágiába mártották. A katonák a fedélzeten felbojdultak, és maguk elé emelték a pajzsaikat. Edion megérezte növekvő rémületüket. Fiúk, már egy kis esőtől is megijedtek? kérdezte szélesen vigyorogva. Pedig azt hittem, már hozzászoktatok a pusztaságokban. Morgolódás, de mintha megnyugodtak volna. Edion szándékosan elnevette magát. Felébresztette magában Északfarkasát, aki mohon vágyott a vérontásra a déli tengereken. Ró nem hiába tanította és készítette őt fel a hadviselésre, jóval azelőtt, hogy Tereszen éderlen uralma alá került. Ez többé nem történhet meg. Többé nem kerülnek idegenek uralma alá, mév rabjaivá pedig végkép nem állnak. Elől a frontvonalban Róven mágiája fehéren villant. Jár volt. Ilyakat megfeszíteni, parancsolt Ádion. Az ilyak megnyikordultak, és a katonák az ég felé irányították a nyilakhegyét. Újabb villanás. Tűz! kiáltotta Dion. Az ég újra elsötétedett, a mév armadája felé zúduló nyilzáportól. Ám ez csak azt a célt szolgálta, hogy eltereljék az ellenfél figyelmét a valódi támadásról, a víz alattiról. A vízben itt sötétebb volt, a napsugár csak keskeny csíkokban szivárgott keresztül a hatalmas ellenséges hajók között. A tengeri ragadozók már gyülekeztek a nagy zűrzavarra, készültek a lakmározásra, ami kiadósnak ígérkezett. Két flotta ütközött össze. Fény villant, mire Lisandra mélyebbre merült. Egy időre elvegyült a ragadozók között, aztán gyorsan előre úszott. Némileg módosított tengeri sárkány alakján. A végtagjai ezúttal hosszabbak voltak, karmai erősebbek. A farka is erősebb, jobban irányítható, a hosszú úton idefelé sokat gyakorolt, tökéletesítette a testét. Ha valakit nem elégít ki maradéktalanul, ahogy az Istenek megteremtették, akkor miért ne csináljon belőle olyat, ami jobban megfelel a tetszésének? Lisandra elérte az első hajót, amit Róven kijelölt. Pontosan elképzelte, hol és hogyan fog támadni. Lecsapott a farkával, és a kormánylapát darabokra tört. A kiáltozása mélybe is lehatolt, de Lisandra már siklott tovább a következő kijelölt hajóhoz. Ezúttal a karmait használta, megragadta a kormányrudat és kitépte a helyéről. Aztán a farkával szétzúzta a hajó gerincét. A farkát úgy használta, mint egy hatalmas buzogányt. A koponya öbölben vívott csatában rájött, hogy mennyire zavarják a tüskék, mert beleakadnak a hajó vázába és akkor a sárkányfarokból hatalmas buzogányt csinált. A tündérek pontosabban céloztak, mint a vággyalogság. a nyilak fürtökben hullottak a vízre, de Lisandra felkészült erre. A pikkelyeit póksejen borította, amiről lecsúsztak a nyilak, órák hosszat tanulmányozta az anyagot, amivel Mannon megerősítette Abraxos szárnyait, és megtanul, megtanulta, hogy a bőrét hogyan tudja áthatolhatatlanná tenni. Lisandra egymás után tépte ki a hajók kormányrúdját. A megjelenését a tündérek kiáltozása kísérte. Szigonyokat próbáltak bevetni ellen, de azok túl súlyosak és nehézkesek voltak. Lisandra pedig szokatlanul gyors. Pillanatok alatt mélyebbre tudott merülni, vagy kitért oldalra. Mágikus csapdákkal is próbálkoztak, de azok közül is kicsusszant. Erin udvara képes megváltoztatni a világot. Ezt mondogatta magában, miközben bontotta a tündérhajók sorait, amiket Róven kijelölt neki. Ez már-már már olyan volt neki, mint valami varázsige, amivel el tudta űzni kimerültségét. Ígéretet tett korábban a tereszeni királyi udvarnak, Edionnak, a királynőnek. Elin számít rá, ha az átkozott mév össze akar csapni velük, ha akkor akar lecsapni rájuk, amikor a leggyengébbek. Lissandra mindenre elszánta magát, hogy ez a halhatatlan vén lotyó megbánja az ármánykodását. Mév armadája taktikát váltott, az ösztüzet beszüntették, és az ellenfél most zűrzavart akart kelteni. Dorian érezte, hogy a mágiája gyengül, de továbbra is fenntartotta a hajók mágikus védelmét, befoltozta a rajta ütött lyukakat, amik a tündérnyilak nyomán keletkeztek. Érezte, hogy ijesztő sebességgel fogy a mágiája. Lehetséges, hogy ez mév trükkje volt, vagy így hatott rá a nyilakat borító mágia. Dorian a fogát csikorgatva féken tartotta az erejét. A levegőben Róven parancsai pattogtak, csak egyet kért tartsanak ki, és ne bontsák meg a sort. A mágia felhangosította a hangját, ahogy Gévrielét még a koponyaöbölben. A mostanival összehasonlítva a csata a koponyaöbölben könnyet réfának tűnt. Lisandra víz alatti támadásai aláásták mévterveit, aki gyors győzelemre számított. Hajóik sérülékenysége rányomta bélyegét a tündérek harci kedvére. De még így is túl sok harcképes hajójuk volt. Elin és Mannon még nem tért vissza. Éppen elég ijesztő látvány volt egyetlen dühöngő, halára rémült tündér. Két ilyen tündér maga lenne a katasztrófa. Amikor Elin és Mannon eltűnt a tükörben, Dorian arra gondolt, hogy Róven csak Edion dühött üvöltése miatt nem adta át magát a vérszomjas dűnek és csak Dorian arcán már ott égtelenkedő monokli tartotta vissza Rowent attól, hogy ő is behúszon neki egyet. Dorian a frontvonal felé nézett. A tündérherceg a hajója órában állt, kezében kardal és egy harci bárdal. a hátán nyilakkal teli tegezzel és íjjal. A derekára számtalan borotva élesre köszörült vadás kéz csatolt. Dorian ekkor rájött, hogy a herceg még nem ura önmagának a hideg harak állapotába került, és Dorian mágiája még ilyen távolságból is reszketett tőle. A király érezte Róven mágikus erejét, épp úgy, ahogy Elinben is megérezte a felkúszó mágiát. Amikor Elin és a boszorkány eltűnt, Róven elég mélyre tudott merülni a mágiája kútjába, Idősebb és tapasztaltabb volt Edionnál, és minden bizonyjal egyformán haszontalannak találta a félelmet és a dühöt is, ami a tábornokot a hatalmába kerítette. Róven a saját mágiája erejében bizakodott, és most az ereje úgy áradt szét, mint a tenger. Dorian követte a példáját, és a herceggel folytatott edzésekre nyúlt vissza. A király szívét és erejét jég borította be. Mielőtt Edion elindult volna, hogy irányítsa a rábízott hajókat, így szólt Dorianhez, miközben az esti szemek a monokliára siklottak. A félelem olyan, mint egy halálos ítélet. Ha elkezdődik a küzdelem, akkor arra gondolj, hogy nem feltétlenül kell életben maradnunk. Csak annyira kell őket megrogyasztanunk, hogy amikor Elin visszajön, akkor végső csapást tudjon mérni rájuk amikor, azaz nem ha. És ha Elin meglátja az ő testüket, vagy ami marad belőlük, ha nem a tengerbe vesznek, akkor dühében nem csak mév armadáját fogja elpusztítani, hanem az egész világot. Talán így is kell tennie, Na, és a világ megérdemli. Lehet, hogy fekete csőrű mannon segíteni fog neki, és együtt fognak a romokon kormányozni, Dorian sajnálta, hogy kevesebbet beszélgetett a boszorkánnyal, és csak a testével ismerkedett meg valamennyire. Egyenlőre az ellenséges hajók még közeledtek. Hiába tette tönkre Lisandra a kormánylapátokat és a hajófenekeket. Ráadásul tündérkatonákkal a fedélzeten, akik gyilkorásra születtek. Edion és Rowan újabb nyílzáport küldött a hajókra, de a hajók mágikus védőpajzsa már a levegőben hatástalanította a többségüket. Ennek nem lesz jó vége. Dori csak úgy kalapált a szíve. Nagyot nyelt, amikor látta, hogy az ellenséges hajók megkerülve süllyedő társaikat lassan a láthatatlan demokrációs vonal felé araszolnak. Dorian mágiája kínlódott. Tudta, hogy nagyon körültekintően kell kiválasztani a célt, hogy megfelelő hatást váltson ki. Ha minden erejét kiengedi, nem, akkor nem tudja uralni, irányítani. Róven is megmondta, hogy ne önkényeskedjen, hanem várja meg, hogy név armadája valóban a megfelelő közelségbe kerüljön, és átlépje a demarkációs vonalat. Várja meg a tündérherceg parancsát, aki majd kiadja a tűzparancsot. Tűz és jég. Dorienben ott vetélkedett mindkét erő, és ki akartak törni. Felemelt fejjel állt, és nézte az ellenfelet. Egyre több hajó arra szólt a sérült hajók felé, hogy megkerüljék azokat. Dorian tudta, hogy fájdalom, testi, lelki fájdalom vár rá, ha elszabadul a mágiája. De még elviselhetetlenebb lenne a látvány, ha a társai esnének el egymás után. Róván még tartotta a frontot, és nem hagyta, hogy a hajói menekülőre fogják. Az ellenséges hajók elfoglalták állásaikat. Az íjászok a fedélzeten elfoglalták pozícióikat. A napfény szikrázva csillogott a tündérharcosok fényesre csiszolt vértezetén. Alig várták a vérontást. Kétség nem fért hozzá, hogy patakokban fog folyni a vér. Fel sem merült, hogy megadnák magukat. Mév már csak azért is megsemmisíteni őket, hogy ezzel büntesse elint. Dorian ostoba húzásával eltüntette elint és mannont, és ezzel nagy kárt okozott a társainak. Róven vitatorn ellenben hősiesen helytált, és nem okozott senkinek csalódást. Ahogy felálltak az ellenséges hajók, Dorian felfedezte, hogy egyforma zászlók lobognak rajtuk. Ezüstös háttér előtt egy rikoltozó sólyom. Nem is olyan régen az árbócok főhelyén mév zászlója lobogott, egy bagoly fekete háttérrel. A fekete zászlókat azóta leengedték. Mostanra a fekete zászlók teljesen eltűntek. A tündérhajók, amiken a vitatornház ezüst zászlaja lobogott, tüzet nyitottak a saját armadájukra.